A velencei tavon mindig nagy szerepe volt a nagyhálóval, a gyalommal való halászatnak. A vele való munkához alakultak régi időktől fogva a halászbandának nevezett társulások. Egy-egy halászbandába legkevesebb 8 vagy 10 halász tartozott. 1946 óta a bérlőhelyébe, így Velencén is, a halászati szövetkezet lépett. A halászás módja, technikai lebonyolítása azonban nem változott. Minden nap kora reggel gyülekeznek a halászok a halásztanyán. Amint együtt vannak, nyomban hozzálátnak a nagy háló leszedéséhez. Két halász a terícsre akasztott hálót fokozatosan lemarkolja, és a társainak adogatja, akik a hálós hajóba fántják. Amikor ezzel a munkával elkészültek, 4 halász a hálós vagy nagyhajóba száll, 2 a két evezőhöz ül, 1 a kormány evezőt kezeli, és elindulnak ki tanyavetéshez a nyílt vízre. A hálós hajót követi 2 halásszal az úgynevezett csigás hajó, és a menetet kiegészíti a bárkás hajó, amely utóbbiban csak 1 halász van, aki nem is igen használ evezőt, hanem a bárkás hajót egy hosszú rúddal a csákjával dologatja előre. Amikor így együtt megérkeznek az előre eltervezett tanyavetőhelyre, megállnak, hogy a lemacskázandó csigás hajó kötelét hozzákössék a nagyháló apacsához. Amikor ezzel készen vannak, a hálós hajó mindaddig előre evez, amíg a lemacskázott csigás hajó húzó csigájáról vagy tekerőjéről a körülbelül 300 méter hosszú kötél le nem tekeredett. Ezt a pillanatot jelzik a csigás hajóról. Ekkor a hálós hajó a lefutott kötélre merülegesen fordul, és egy halász olykor a kormányos segítségével megkezdi a háló kivetését. A nagy háló vagy gyalom 400 méter hosszú. Ezt egyenes vonalban vetik ki. Amikor a háló teljes hosszában a vízbe került, és az apacsra rácsatolták a kötelet, a nagy hajó derékszögben fordul a hálóra, és párhuzamosan a csigáshajó kötelével. Felevez a csigáshajó magasságába. Ott lemacskázik, majd jelt ad a csigáshajónak, és egyszerre megkezdik a kötelek feltekerését. A műveletet addig folytatják, amíg a két hálószárny, illetve a két apacs a hajókhoz nem ér. Ekkor a két hajó felszedi a macskát és előre evez, de úgy, hogy mire a tekerőkről a kötél letekeredett, a két kötél keresztezze egymást. Ha jól számítottak, 20-30 méterre kerül keresztezés után egymástól a két hajó.
lemacskáznak, és a kötelek feltekerésével megkezdik a hálószárnyak előre és kereken való összehúzását, a keresztben való húzást. A műveletet addig folytatják, amíg a két apacs össze nem találkozik, vagyis zárulásig. Bárkás, aki eddig a háló külső oldalán a zsák körül őrködött, hogy az esetleg kiugrani szándékozó halakat visszatartsa, ez alkalommal már a zárulásnál belül veri csákjájával a vizet, hogy a halak menekülését megakadályozza. Ez alatt pedig a hálós hajó, amelyhez mind közelebb érkezik a két apacs, gyorsan átáll derékszögben a hálóra. Ezt úgy éri el, hogy a macskájának az egyik kötelét a hajó bal oldalán lévő tekerőcsigatartó villához köti. Ettől a hajó magától a hálóra merőleges irányba fordul. Beáll a kihúzáshoz. A hálós hajón lévő négy halász